egy fegyvert úgy vett elő a ruházatából, hogy senki nem vette észre, csak a pénztáros. És így egy ilyen csendes rablást követett el. Hát nem egy ilyen klasszikus, mint igen, a filmekben látjuk, igen. Hogy beront, bankrablás van, lő kettőt a levegőbe. Nem, és nem, teljes hidegvére, nyugalommal figyelve arra, hogy ne keltsen pánikot, és megkérte a pénztáros hölgyet, hogy ő se csináljon semmit, csak pakolja ki a kasszából, vagy a nyitva lévő fiókból az ott elérhető pénzt. Köszöntöm a Budapesti Zsaruk Podcast mai adásának nézőit és hallgatóit. Mai vendégem Nyerges Béla, rendőr alezredes úr, a Budapesti Rendőrfőkapitányság nyomozó főosztály rablási osztályának a vezetője. Szia Béla, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kollégák vagyunk, egy főosztályon dolgozunk, és össze is szoktunk dolgozni, tehát kollégáink is segítik egymást, akár rablásos, akár életes ügyben. Kérlek, mutatkozz be a hallgatóknak, nézőknek, hogy egy kicsit jobban megismerjenek. Mióta vagy rendőr, milyen pályát futott? Én köszönöm, hogy itt lehetek, először, reméljük nem utoljára, megtisztelő a meghívás. Igazából nagyon rövid a életpályám, 25 éve végeztem akkor még rendőrtiszti főiskolán, ugye ez 1996-ban volt, és rögtön ide kerültem a BRFK-ra dolgozni. Először a 6.-7. keleti kapitányságon voltam, szűk egy évet, majd utána pedig már ide a rablási osztályra kerültem, és azóta is itt vagyok végig. Ugye nyomozóként kezdtem, majd szép lassan lépegettem fel a ranglétrán, és 2007 vége óta vezetem az osztályt, tehát vagyok osztályvezető. Igazából, mivel csak ezt a területet ismerem, így más területekhez nem is konyítok, én úgy gondolom, hogy ebben vagyok talán a jó, ezt így mondhatom. Illetve a csapat, akivel együtt dolgozom, szintén vannak nagyon régi nyomozók nálunk, valaki majdnem annyi éve van itt, mint én, tehát igazából nagyon-nagyon összeszokott gárdával dolgozunk. Budapest valamennyi kiemelt rablása hozzánk tartozik. Itt értem az összes fegyveres rablást, egy fegyvernek látszó tárgyal elkövetett rablást, a különböző bankfiókok, takarékbankok, postahivatalok sérelmére elkövetett rablások, pénzszállító cégek sérelmére, benzinkutak, illetve tényleg számtalan más rablás kerül hozzánk, de hát nem csak rablásokkal foglalkozunk, hanem más erőszakos cselekményekkel is. Néha nektek is besegítünk életes ügyekben, úgyhogy igazából mindenevők vagyunk. Mindenfajta bűncselekmény érdekel minket, mindenben látunk egy kihívást, úgyhogy szeretnénk megoldani az ügyeket, szeretnénk sikerrel zárni. Szerintem ez mozgatja a csapatunkat, ez élteti így minket. A lakásrablások is hozzátok? Igen, a magánlakásban nem mindegyik, de a kiemeltebb magánlakásban elkövetett rablások is hozzánk. De mondom, hogy egyszerű boltok is, nemzeti dohányboltok, kereskedelmi üzletek, tehát igazából szinte mindenben dolgozunk. Illetve hogy a kerületi kapitányságokat segítjük a tapasztalatunkkal, esetleg néha a munkabírásunk, a munkaerőnkkel, a náluk lévő alapesti rablásokba, adott esetben kifosztásokba, más vagy olyan bűncselekményekbe is szoktunk együtt dolgozni. Valamikor csak ötletekkel segítjük őket, valamikor a konkrét munkánkkal is besegítünk, és szeretnénk támogatni az ő munkájukat is. Mutka, hallottam tőled, hogy a Viszkis, az Ambrus Attila elfogásában, vagy annak az ügycsoportnak a nyomozásában is részt vettél. Nem szeretnék más tollaival ékeskedni. Mikor még a Viszkis ugye úgymond dolgozott, és ő volt az egyik top elkövetőnk, én akkor még csak nyomozóként az osztályon dolgoztam, részfeladatokat elláttam egyes ügyekbe, de én nem voltam benne a nyomozó csoportban, aki konkrétan ezzel dolgozott, akkor én még csak figyeltem az öreg nyomozókat, hogy mind dolgoznak az ügybe, de olyan szerencsém lehetett, hogy mikor a Viszkist az Ártándi határát külön elfogták, és le kellett érte menni, akkor több nyomozótársammal együtt engem is kijelöltek, hogy menjünk le, vegyük át a határőrségtől, és hozzuk fel Budapestre. Tehát igazából találkoztam a Viszkissel, ültem mellette az autóba, de én nem tenném magam bele abba a konkrét nyomozócsoportba, aki ebbe a kiemelt nagy ügyekbe dolgozott. Én akkor még csak az alap ügyekbe dolgoztam a rablási osztályon, egy egyszerű nyomozóként, de persze figyeltem a kollégákat, és úgy gondolom, sokat tanultam ebből az ügyben. Épp ezt akartam mondani, hogy ezek azért izgalmas dolgok, meg felcsigázzák az embert, mikor én is beosztott nyomozó voltam, tágra nyílt pupillákkal néztem az ilyen eseteket, gondolom, akkor te is így voltál ezzel. Egyértelmű. Szerintem ugye minden ügyből lehet tanulni. Tehát ugye persze ezek a kiemelt ügyek, ezek nagyon megmaradnak az emberben, tehát tényleg így 20 év távlatából is, vagy 25 év távlatából is. Láttam, hogy az akkor
dolgozó idősebb kollégák mit hogyan csinálnak, ugye ezt könyvekből nem lehet megtanulni, hanem itt a gyakorlatban lehet így ellesni, és akkor tényleg lehet, hogy akkor, amit így megtanultunk, vagy akaratlanul is láttunk, azt később át tudtuk ültetni más ügyekbe, úgyhogy igen, amilyen módszereket ők alkalmaztak, ahogy ők dolgoztak, abból egy-egy dolog mai napig is visszatérnek a nyomozásainkba. És metodika ugyanaz. Én azt mondom, hogy igen, hogy mindig azt mondom, hogy a régi jól bevált dolgokat, azokat nem kell elfelejteni. Persze, hogy mindig vannak új dolgok, hiszen még 25 évvel ezelőtt ilyen kamerarendszerek nem voltak, tehát ilyen kameraelemzéseket nem tudtunk végezni, ilyen hívás is elemzéseket, vagy bármilyen ugye arcképfelismerő program, tehát sok minden van, amit akkor még nem használtunk, akkor még grafikusokat használtunk, még felismertetések voltak, sokkal több adatgyűjtés volt egyébként, ami célra vezetett. Most már vannak a technikai dolgokban olyanok, amiket akkor nem használtunk, és most már sikerre vezetik a nyomozást. Nagyon jól dolgoznak a Béláik, mondom ezt a hallgatóknak és a nézőknek, hisz az elmúlt hosszú évek során nem volt kiemelt rablási ügyük, ha jól emlékszem, legalábbis nem olyan rendszeresen, mint a 90-es években. Dicséri a munkájukat, hogy elkapták azokat a fajsúlyos bűnözőket, akik ilyen bűncselekményeket csinálnak, és sok-sok évet kapnak ezekért a bűncselekményekért. Itt mennyi a büntetési tétel alja és felső határa, amit mondjuk egy ilyen fegyveres rabló kaphat? Ugye azt mondják, hogy 5 és 10 év között váltakozik ez. A mi ügyeinkben, amik az általában kiemeltebb súlyúak, illetve általában sokkal visszaeső elkövető, általában inkább 10 évhez közelítenek, de nem ritkán inkább a 15 év különböző halmazatok miatt, illetve több elkövetés miatt, úgyhogy nálunk azért 10 évet elérő, meghaladó büntetések vannak. Illetve persze dolgozunk kisebb fajsú ügyekbe is, de ott is általában azért 6-8 éveket kihozta végén a bíróság megelégedésünkre, mert úgy gondolom, ennyi azért jár egy ilyen elkövetőnek. De igazából ugye mi meg szeretnénk fogni az elkövetőt. Tehát legyen meg, legyen becsukva, utána pedig a bíróság dolga, hogy mérlegelje a esetleges enyhítő körülményeket, ami esetleg lefelé is eltolhatja persze a büntetési tételeket. Nem mindig értünk vele egyet, de hát elfogadjuk, hiszen mi a nyomozóhatóság vagyunk, és a hihetet vagyunk a bíróság hozzá. Hát ilyen bűncselekményeket sem éri megcsinálni, mert azért megmérik az embert érte. Én úgy gondolom, hogy abba jók vagyunk, hogyha valaki sorozat elkövetőként próbál úgy megélni rablásokból, az Budapesten nem sokáig él meg. Tehát igazából az utóbbi években az kijelenthető, hogy sorozat elkövető Budapesten nem maradt felderítetlenül, mindenkit elfogtunk, illetve az összes olyan nagyobb fajsúlyú erre szakosodott csapatot, akik mondjuk 3-4-en összeálltak és ilyeneket követtek el, őket sikerült elfognunk és rács mögé juttatnunk, illetve most is folyik több olyan nyomozás, ahol részben vannak meg az elkövetők, tehát valakit már elfogtunk, valaki már tölte büntetését, valakit már körözünk, illetve valaki még felderítetlen, de azon dolgozunk, hogy hamarosan ő is meglegyen. Fiatal a csapatod, kollégáid, lányok, fiúk dolgoznak az osztályon vegyesen. Hogy lehet hozzátok bekerülni, hogyha valakit ez inspirál, ez a fajta nyomozás, vagy ezen fajta ügyek nyomozása? Igen. Szerencsére azt mondom, hogy nehezen lehet bekerülni, tehát nem könnyű azért. Igen, hölgyek és férfiak vannak ugye nálunk, a korosztály az eléggé vegyes, van, aki a 30-as éve elején van, van, aki már 50 éves elmúlt, úgyhogy szerintem jó a csapat, mert a rutin és a fiatalos lendület is megtalálható. Jelenleg is teljesen fel van töltve az állományunk. Ez egyébként két alosztályt jelent. A teljes osztályunk létszáma az 24 fő. Én azt mondom, hogy egy minimum 4-5 éves szakmai gyakorlati tapasztalat kell valamelyik kerületi kapitányságon, más szervnél, mindenképp bűnügyi területen. Mindenképp előny, hogyha erőszakos jellegű rablásokkal vagy más bűncselekményekkel foglalkozott a hozzánk bekerülni szándékozó személy. Tehát ez mindenképp előny, meg el is várjuk, és szerencsére tudunk is válogatni, ezért mindig van pár jelentkező, hogyha pont üresedés van, pont egy kolléga távozik más szervez, akkor általában azért mindig van a tarsolyban egy-két név, akit elő tudunk úgy húzni, és akkor utána be tudjuk illeszteni a csapatba. Nagyon fontos, hogy a csapatba dolgozunk, tehát nem csak az a lényeges, hogy legyen egy megfelelő elmélet és gyakorlati tudása, hanem mindenképp egy olyan személyiségnek kell lenni, aki nem magányos harcos, hanem mindenképp 3-4-8 emberrel együtt tud dolgozni, tud alkalmazkodni, fel tudja venni a többiek munkatempóját, ritmusát, úgyhogy ez mindenképp csapatjáték nálunk. Itt is a gyorsaság és a hatékonyság fontos. A szabadidődet hogy töltöd és mivel? Úgy tudom, hogy szereted az állatokat. Szerencsére, mert tényleg volt olyan időszak, amikor kevés szabadidő volt, szerencsére azért van szabadidő most már, ezt ki lehet jelenteni.
úgyhogy ki tudok kapcsolni, én teljesen el tudok szakadni ilyenkor a munkától. Igen, állatokat is tartok, valamilyen szinten vidéken élek, nem a fővárosban. Nagyon sokáig itt laktam Budapesten egyébként, mert itt a főiskola alatt 92-ben felköltöztem, és egészen 2008-ig itt éltem bent Budapesten, majd utána költöztem ki. Egy csendes kis faluba, tényleg annak is az egyik szélső utcájába, a természet közelhez. Úgyhogy kutyáink vannak, rengeteget a természetben, illetve ami sok ember számára meglepő, hogy háznál kecskék vannak, akik ugyanolyan státuszban vannak, mint a kutyák, tehát nem házi állatok, nem vágó állatok, hanem kedvelébe vannak tartva. Mindegyiknek neve van, hallgatnak a nevükre, úgyhogy ők csak egy kikapcsolódást jelentenek. Illetve mellette még a párommal rengeteget utazunk, amikor megtehetjük belföldön, külföldön, szeretjük a új helyeket felfedezni, szeretjük a régi városokat, igazából ilyen városlátogatásokat tartunk. Nem vagyunk azok az emberek, akik elmennek külföldre és heverésznek a tengerparton, hanem elmegyünk és naponta 15-20 kilométert gyalogunk, akár Rómába többször visszatértünk, rengeteget gyalogoltunk, megnéztük szinte egész Rómát, nem csak a belvárosi frekventált helyeket, hanem a külvárosi részeket is. Na, hoztál egy 2016-os sorozatrablásos sztorit, ügyet, úgyhogy kérlek, meséld el, hogy mi történt, hogy indult el a nyomozás, hogy nyomoztátok ki az elkövetőt, és mit tudhatunk az elkövetőről, és milyen büntetést kapott ezekért a cselekményekért. Igen, azért hoztam ezt ügyet, egyébként el szeretném neked ezt mondani, mert régen 10-12 évvel ezelőtt azért Budapesten rengeteg bankfiókot ért támadás. Voltak olyan évek, 2009-10-ben, amikor 30 fölött volt az olyan fegyveres rablások száma, ami konkrétan bankfiók sérelmére történt Budapesten. Szerencsére ez mára elenyésző éves szinte el se történik, úgyhogy ez nagyon sikeresen visszaszorítottuk, de akkor az egy régi időszakban azért még ebből volt jó pár. Illetve azért is hoztam ezt az ügyet, ami még nem volt olyan rég, hiszen 2016 ez itt volt pár évvel ezelőtt, hogy ebbe az ügybe volt megtalálható minden olyan régi nyomozási rutin, ami az adatgyűjtésekre vonatkozik, a tanúkihallgatásokra, akár a szemlére, akár a elkövető útvonalának nyomon követésére, az elkövető által elhagyott tárgyak összegyűjtésére, rögzítésére, de tényleg minden szépsége megvolt a nyomozásnak, amiért szerintem érdemes nyomozónak lenni, illetve szerencsére hamar megjött a siker is, tehát nem egy elhúzódó több éves nyomozásról beszélünk, hanem tényleg rövid időn belül sikerült az elkövető személyét megállapítani, el is tudtuk fogni, és tudtuk is vele szembe bizonyítani valamennyi cselekményt. Hogy kezdődött a sztori? Maga a első ügy az 16, tehát 2016 februárjában történt belvárosba, egy bankfiókba, nem sokkal reggeli nyitás után, elég tele volt egyébként az ügyféltér, minden alkalmazottnál, ügyintézőnél ültek, ügyintézést végző emberek várakoztak is, és ide sétált be az elkövető, aki teljesen nyugodtan megvárta, míg a pénztár a rossz előtti rész kiürül, odalépett a pénztárablakhoz, egy-egy külön kis fülkéből a pénztáros, mintha ügyet intézne, egyébként arcát nem is takarta, adta az arcát, és egy fegyvert úgy vett elő a ruházatából, hogy senki nem vette észre, csak a pénztáros. És így egy ilyen csendes rablást követett el. Hát nem egy ilyen klasszikus, mint igen, a filmekben látjuk, igen. Hogy beront, bankrablás van, lő kettőt a levegőbe. Nem, és teljes hidegvére, nyugalommal figyelve arra, hogy ne keltsen pánikot, és megkérte a pénztáros hölgyet, hogy ő se csináljon semmit, csak pakolja ki a kasszából, vagy a nyitva lévő fiókból az ott elérhető pénzt. És közel egy 2-3 millió forint körül összeget gyorsan magát is vett, majd teljes nyugalommal kisétált a fiókból, ugye közben a háta mögött már akkor a csendes támadás jelzőt a pénztáros, hogy megnyomta, és jelezte a kollégájának, hogy rablás történt. Ugye mindenki csodálkozó szemekkel nézett, hiszen teljesen folyt az ügyintézés, hát nem volt semmi nyoma, vagy jelennek, és akkor a kamera felvételeket visszanézték, akkor persze mindenki észrevette, hogy igen, ott van az elkövető kezében a fegyver, és ugye elviszi a készpénzt a pénztárból. Ugye értesítettek minket is, megkezdődött az adatgyűjtés, rögtön a környéken elég nagy erőkkel megjelentünk, nem csak mi, hanem társszervektől is, bűnügyi bevetéstől is, tehát ugye felbújtott a város, az egész környéken próbáltunk gyorsan felvenni az elkövető nyomát, honnan jött, merre ment, hát egy gyors fornyomon üldözése még meg lehet találni. Egyébként több kamerán meg is találtuk őt, hogy ott a bank előtt különböző utcákban megfordult, téblából terepszemlézett, voltak is róla elég jó felvételeink, de az annyira nem jók, hogy egyből valaki megismerte volna. Illetve
egyik arra gyűjtő egység, nem messze pár utcával arrébb, felfigyelt egy hajléktalan személyre, aki egy olyan kabátot tartott a kezébe, mint amit az elkövetőnk is a bankfiókban láthatóan viselt. És akkor ugye az őt igazoltatták, megszólították, hogy honnan van ez a kabát, és mondta ez a hajléktalan személy, hogy most vette ki a kukából, oda volt begyűrve, tehát mindig kiderült az elkövető menet közben levette a felső ruházatát, begyűrte egy szemetesbe, és próbálta elrejteni, de szerencsére ez a hajléktalan személy pont onnan vettek, és a kollégák észrevették, és akkor előkerült egy kabát, és abban annak a zsebében volt egy sapka, de más tárgyat nem tartalmazott. Kutyát sikerült indítani? Utána igen, a kukától, illetve a kabától indult egy kutya, de belvárosi környezet. Mint szagnyomkövető igen, kutya. Igen. És ugye a belvárosi környezet, tehát nem ment el sokáig, sajnos egy sarkot ment el, de igazából ezen az utcakaszon nem volt kameránk, úgyhogy sajnos túl nagy segítséget nem jelentett, de mégis meghatározta a kamerakutatások az irányát, úgyhogy abban az irányban azért folytattuk, és szakaszosan, mert nem volt mindenhol kamera minden utcában, szakaszosan több utcában is megtaláltuk az elkövetőt. Tehát ő mozgott a Bajcsi úton, mozgott a Síp utcában, elment a Nyugati térre, tehát igazából belvárosi részen több helyen is felbukkant, nagyjából össze tudtuk rakni az érkezési távozási irányát. De ez nem egyszerű feladat, csak mondom a hallgatóknak és nézőknek, mert nagy területet kell bejárni, és kameráról kamerára kell járni, ott össze kell lőni az időpontokat, igen, meg kell nézni a felvételeket. Ugye hatalmas terület volt, és ugye nem is volt mindenhol, nem is tudtuk egyik kameráról átvezetni a másikra, valahol maradtak ki lyukak, és akkor ugye találomszerűen körbe minden irányba indultunk, és akkor megtaláltuk egy újabb kamerán, de hogy pontosan merre közlekedett, pontosan melyik sarkon fordult merre, az nem tudtuk összerakni, csak láttuk, hogy igen, a belvárosban ő a támadás után az Oktogontól Bajcsi út fele, majd onnan Nyugati fele ment el, majd ott a Nyugati után nem sokkal elvesztettük, tehát igazából... És futott, sétált, vagy hogy közlekedett? Teljesen nyugodtan sétált, ugye a kabát már nem volt rajta. Sapka már nem volt rajta. Alapján minden távoli felvételek voltak, tehát ne képzeljünk egy nagyon jó minőségi felvételt, mint a filmekben, hanem ez tényleg távoliak. Arra voltak jók ezek a felvételek, hogy láttuk, hogy ő van a képen, és illetve azt is észrevettük, hogy nem csak a kabátját elhagyta, egy idő után már más pulóver volt rajta. Tehát olyan, mintha ő valahol egy új pulóvert szerzett volna, de az nem derült ki az aranygyűjtésre, hogy honnan került rá ez az új pulóver, de egy másik pulóverbe ment egy idő után. És ugye ez volt az első napnak a története, ugye persze mellette folyt a szemle a bankfiókba, ahol rögzítette különböző nyomokat a pultról, de hogy melyik az elkövető, hogy melyik nem, új nyom, DNS. Ugye a lábra nyomtöredékek a padlóról, azt még akkor még nem lehetett tudni. És még aznap este a híradásokba kiadtuk az elkövetőről rendelkezésre a legjobb felvételeket, várva az olyan lakossági bejelentést, amely esetleg előmozdítja a nyomozást. Éppként jött is több bejelentés rövidesen híradások után, amiket le kellett ugye járni, különböző személyekre jöttek bejelentések, de egyik se lett jó, tehát egyik se tartalmazta magát az elkövetőt, csak hasonló személyeket jelöltek meg a telefonálók. Viszont másnap, a rablás másnapján délelőtt jött egy bejelentés egy Rákóczi úti cipőboltból, ahonnan az eladó jelezte, hogy már pedig ez az ember nála nem sokkal a rablás után járt benne és cipőt vásárolt. És akkor kimentünk a fiókba, ebbe a cipőboltba, ahol a kamera felvédelme tényleg lehetett látni, hogy mi elkövetünk tért be a cipőboltba, ahol komótosan kiválasztott egy vadonatúj bakancsot, azt megvásárolta, majd ezzel a bakancsal a hón alatt kisétált, és szerencsére kint is kamerán tudtuk követni. Pár házinél odébb ment egy lépcsőházba, de nem ott lakott, hanem csak azért ment be, mert itt volt a lépcsőház ajtaja, bement, ott átcserélte a cipőt, a régi cipőjét ott hagyta a lépcsőházba, és már az új cipőbe sétált tovább. Egyébként ebben a lépcsőházban a régi cipőjét meg is találtuk, le is foglaltuk, majd a lábnyom alapján a szakértő kimondta, hogy a bankfiókban az egyik rögzített lábnyom töredék ettől a cipőtől származik 100%-osan, tehát ő ott járta ezzel a cipővel a bankfiókba. Utána még a kamerákon másnap akkor tovább tudtuk őt követni, megint ilyen szakaszosan. Láttuk, hogy elment a Blahulujza térre, ott több áruházba is bement, valahol vásárolt napszöveget, valahol löftáskát, valahol vett magának szendvicset, tehát ő kedélyesen egy-két órával a rablás után már szórta a pénzt. Igen, vásárolgatott. Egyébként furcsa volt nekünk ez, hogy valaki rablás után cipőt vesz magának, élelmet vesz, öftáskát, különböző dolgot, és úgy gondoltuk, hogy ebből is volt egy olyan verzió, hogy anyagilag eléggé lecsúszott emberről van szó, aki nem áll jól anyagilag, és most hirtelen pénzhez jutott, úgyhogy ebből az irányba is indultunk.
környék munkásszállásait, hajléktalan szállásait, ellátóhelyeket, mindegyiket felkerestük a fényképpel. Meg gondolom átnéztétek azokat az adattárakat is, ahol az ilyenfajta bűncselekményt elkövetők is. Igen, nézek, ugye a kerületi kapitányságokkal, a környékben mindenhol egyeztetek, hogy esetleg valaki valamilyen hasonló vagyonállami vagy más ügyben ilyen személy eszembe járt el az elmúlt hetekben, volt-e esetleg náluk már úgymond rabosítva ilyen személy, átnéztük ezeket a fotótárakat is, tehát rengeteg fotót átnéztünk, illetve a kerületi kapitányságok munkatársai segítettek, illetve az is felmerült, hogy esetleg a fegyvert nem sokkal a támadás előtt szerezhette. Ugye most ma már gázfegyverhez egy felnőtt magyar állampolgár bármelyik fegyverboltba úgymond elég könnyen hozzájuthat, úgyhogy Budapest összes fegyverboltját végigjártuk, megmutattuk a személynek a fotóját, esetleg a támadás előtti hetekben, napokban ilyen fegyvert vásárolta, illetve beszereztük nagyjából a fegyver képe alapján, melyik fegyverek jöhetnek számításba, és úgyis megkerestük országosan a fegyverboltokat, hogy ilyen típusú fegyvert adtak el mostanában, kinek adtak el. Az már kiderült a nyomozás során, hogy az egy gázriasztó fegyver? Fotó alapján azt feltételeztük, a szakértő is azt mondta, hogy vélhetőleg meg is mondtak, hogy melyik típusú gázfegyver lesz. Tehát ezt 100%-on senki nem jelenti ki, de be sikerült határolni, melyik fegyver, milyen fegyverről lenne szó. De így ez alapján a fegyverboltokban nem találtuk meg. Ugye nem rögzítik a vásárlók adatait, ez gázfegyverről van szó. Tehát szabadon lehet vásárolni, a vásárlók adatait nem rögzítik, tehát ilyenkor maximum a boltos emlékezhet arc alapján, hogy nála ez a személy járt benne és esetleg vásárolt. Ugye hát nagyon sok fegyverboltban nincsen kamera, tehát nem tudjuk visszanézni a vásárlókat, mert nincs a bolton belül kamera. Ezen nem jutottunk tovább, viszont a Blaháról sikerült, hogy még tovább tolna a 4-es metróval a Kelenföldi pályaudvarig, ahol láttuk, hogy egy kiadó automatából vonatjelet vásárolt, ugye a támadás estéjén, és Fehérvár irányába utazott el Kelenföldről. Úgyhogy utána, amikor felvető kapcsolatot a fehérvári kollégákkal, leutaztunk oda, és akkor megkezdődött a fehérvári állomás körül az adatgyűjtés. Ugye onnan azért jó pár irányba tovább lehet utazni, mind vonattal, mind ott van a volánbuszpályaudvar, illetve Fehérváron is elkezdtük lejárni a kereskedelmi szálláshelyeket, ahol esetleg megszállhatott, illetve ott is taxisokkal beszéltünk. Tehát a helyi kollégákkal egy nagyon széles adatgyűjtés indult, ami utána még tovább folytatódott a Balaton irányba is, tehát a Balaton az hatalmas, rengeteg település, ott már azért a helyi kollégáknak mutatta meg a fotót, hogy próbálják ők adatgyűjtést tartani, illetve Fehérvárról Velence irányába is, hogy hát ha Velence környékén hogy olyan kereskedelmi szállás ilyen szállt meg, ahol esetleg meghúzza magát, és nincs annyira szem előtt, mint ha Budapesten maradt volna, úgyhogy tényleg ez ebből is egy nagyon nagy erőket mozgattunk meg, mind a saját munkatársainkkal, mind a BRFK más szervével, illetve a vidéki megyei főkapitányságokkal, a városi kapitányságok munkatársaival. Itt is tényleg több személy képbe került, aki hasonló kinézetű volt, mint az elkövetőnk, de egymás után mindenkinek az alibiét sikerült letisztázni, és ki lehetett zárni őket, hogy nem lehet kapcsolatba hozni őket az elkövetéssel. Ezzel párhuzamosan aztán történt majd egy másik rablás is. Igen, egyébként picivel később, hát egy hónappal később volt egy újabb rablás, az egy rablás kísérlet volt, ez a Solymári bank fiók sérelmére. Igen. Annyit még megelőzte az újabb rablást, hogy ugye milyenk az volt február 24-én, és március 18-án, tehát jó pár héttel már azért a rablásnál kaptunk egy állampolgári bejelentést, hogy ő a fotó alapján, amit ugye a sajtóban akkor kiadtunk elég sok helyre, ő felismerni vélte az elkövetőt, hogy a József körúton egy járdán sétált, majd egy motorkerékpárra szállt. De hát ugye ott is kimentünk, azon a részen nem volt kamera, nem tudtuk ezt megerősíteni, hogy a bejelentő személy tényleg jó személyt látott-e, de állította, hogy igen, ő közelről megnézte az arcát, és ő úgy gondolja, hogy a mi rablónkat látta, és egy motorkerékpárra szállt. Tehát volt egy adatgyűjtés a környéken, de ez akkor nem hozott ki semmit. Majd 22-én megtörténik Solymáron az újabb rablási kísérlet. Valószínűleg elfogyott a pénz. És akkor úgy megnéztük, a pest-megyei kollégák rögtön átküldték a felvételeket, mert teljesen másik ruházatban volt, be volt öltözve, sapka volt a fején, de mi azt mondtuk, hogy mozgás alapján, arckarakter alapján, bár nem volt olyan túl jó a felvétel, mi szerintünk a mi elkövetőnk tért ez a Solymáron. Ott a helyi vagy a pest-megyei kollégák egy motort is tudtak hozzá kötni, sajnos a motornak a rendszáma nem látszott, nagyjából a típust azért meg lehetett határozni. És akkor már gondoltuk, hogy akkor valahonnan motorkerékpárhoz jutott, motorkerékpár közlekedik, és ez alátámasztotta azt, hogy a mi bejelentünk is véletlenül őt láthatta, hiszen ő is azt mondta, hogy motorkerékpárra szállt, és ő is nagyjából olyan motort írt le, mint ahogy a Solymári elkövető volt. És akkor ugye ez volt 22-én márciusban, majd 23-án megint telefonálta
jelentő, hogy ő megint belebotlott a József körúton, és pontosan meg is mondta, hogy hány szám előtt látta megint motorra szállni. És akkor kimentünk, és ott, ahol a motorra szállt, ott volt egy fegyverbolt. És akkor bementünk a boltba, ahol nem volt kamera, megmutattuk a rablónkat, hogy mi ezt a szemét keresjük, hogy járt-e ő itt. És azt mondta a boltos, hogy nem, ez a személy nála nem járt. És akkor megmutattuk a solymári felvételt, ami előbb ugyanazt a szemét ábrázolt, csak más ruhába, és arra pedig azt mondta a boltos, na ez a személy ez már járt itt, mert ugyanebben a ruhában volt, amiben a bankfiókban is volt, és vásárolt nála egy gázfegyvert, amivel a solymári cselekményt elkövette, illetve vásárolt nála egy hálózsákot, mert mondta, hogy ő valahol a természetben alszik. Tehát innen már megint megerősödött az a vonal, hogy lehet ilyen félhajléktalan, kicsit lecsúszott emberről van szó. És akkor itt a fegyverbolttól kezdődően megint elkezdtünk egy kamerakutatást, hogy motorral merre mehetett el. És így tényleg nagyon-nagyon sok térfedő kamerát végignéztünk, hiszen nem, a környéken először nem találtuk meg, de később szerencsére a város más területén sikerült ezt a motort, illetve ezt a ruházatú szemét térfigyelő kamerákon megtalálni, és a végén a 7. kerület Dózsa és Tököli sarkáig tudtuk eltolni a motorkerékpárján, ahol belefutott egy olyan kamerába, ami rögzítette a motorkerékpárnak a rendszámát. Meg volt a rendszám, ami persze nem volt a nevére írva a rendszerbe, de meg volt, hogy a Balatonpart településen van a tulajdonosa, legalábbis a nyilvántartások szerint, és akkor oda lementünk, beszéltünk a személlyel, aki elmondta, hogy egy balatoni motorkereskedő beadta a motort, és úgy tudja, hogy el is adták, csak hogy még nem kapta vissza itt a papírokat, és akkor bementünk, és akkor megvolt egy személy, egy budapesti személynek az adatai, aki elvileg megvásárolta ezt a motorkerékpárt, egyébként a rablást követő második nap, tehát igazából az első rablást követő második nap. Úgyhogy akit, mikor lekértük a fotóit, akkor tényleg hasonlította a mi elkövetőnkre. Megkerestük a lakcímét, ahonnan már akkor elköltözött, beszéltünk a családtagokkal, ők se tudták, hogy hol tartózkodik, nem lehetett elérni, viszont azt elmondták a családtagok, hogy lecsúszott, és úgy tudják, hogy egy darabig egy erdőbe sátorozott valahol budakeszi külterületén. Úgyhogy ennyit tudtunk róla, de legalább adatai már megvoltak, tudtuk, hogy milyen motorkerékpárral jár, és ugye akkor megkezdődött a erdészet bevonásával a budakeszi környéki erdők átvizsgálása, hogy hát ha ott valamelyik erdő részen ezt a sátorozó embert megtaláljuk. Ugye ez volt, hogy március 23-án, 24-ére jutottunk ezeket a budakeszi erdőkhöz. Kiadtuk persze az elfogató parancsot vele kapcsolatban, és azt hiszem rá 4 napra, igen, március 28-án, mikor pont kollégánk dolgoztak a város különböző területén, egyik szabadnapos kollégánk pedig a nyugati téren villamosra szállt, a 4-es-6-os villamosra, és jelezte telefonon, hogy olyan szerencséje van, hogy ahogy felszállt a villamosra, ott ül vele szembe az elkövető, úgyhogy akkor kérne egy kis segítséget, és akkor meg is lehetne fogni ezt a szemét. Úgyhogy a kollégánk rögtön indultak, és pár megállóval odébb utolérték a villamost, és a személyt sikerült elfogni, aki pont a villamosról leszállt, és a zsebébe egyébként az a gázfegyver meg is lett, amivel a solymári támadást megkísérelte elkövetni. Illetve később kijött egyik olyan a bankfiókból még más nyoma is, megjött a kabátból és a cipőből és az ő DNS-ét tudták a szakértők kimutatni, úgyhogy igazából nem is volt értelme tagadnia. Ezt a két bankrablást, illetve támadást el is ismert egyébként a kihallgatásai során. Elég zagyogó vallomást tett, mert mint kiderült, szellemileg ő nincs az otthon, hogy így mondjam, egy elmebetegséggel szenved. Paranoid skizofrénia. Igen, ugye? És akkor ugye akkor körülnéztük. Ez az a betegség, amikor ilyen téveszmék és hallucinációi vannak, igen, tehát igen, ez igen. Egy szellemi, igen. Úgyhogy pszichés betegség. Egyébként teljesen a hétköznapi életvitelben teljesen otthonosan mozgott, teljesen tisztá volt mindennel, de mégis volt neki egy jelenelme zavara, ami miatt később a büntetés tételét be is folyásolta, hiszen nem börtönbüntetést kapott, hanem kényszergyógykezelés alatt áll jelenleg is. Egyébként, mikor a két rablást ugye már tudtuk bizonyítani, akkor azért úgy gondoltuk, ha már kettőt elkövetett, akkor körül kell nézni, hogy hát a korábban is más jellegű cselekményeket ő követett el, és ekkor megkezdő a kerületi kapitányságok, illetve a Pest megye kapitányság legyen szűrőkutató munkát, elemző munkát, hogy találunk-e hozzá ügyet, és pár nap után az 5. kerületbe találtunk egy rablás ügyet a kerületi nyomozókkal közösen, ami egy utcai rablás kísérlete volt, ahol egy férfi sötétedés után egy utcán közlekedő hölgyet hátulról megtámadott, tényleg elég brutálisan a földre lökött,
letepelt, folytogatott és elvett tőle egy táskát, illetve próbálta elvenni, mert a kerület, a járókelők a segítségre siettek, ezért menekülés közben a táskát eldobta, és így értékszerzés nélkül elmenekült. És itt is a kamera felvételekből lettek szerezve, és a kamera felvételek alapján, meg a megtalált ruházat alapján tudtuk bizonyítani, hogy ezt is a mi elkövetőnk ezt kísérelte meg végrehajtani ezt a támadást is. Tehát a végén három cselekménnyel tudtuk őt meggyanúsítani, ez a három ügy egyesítésre került nálunk, le lett folytatva az eljárás, majd a vádemelési javaslattal átadtuk, de a végén ugye vele szemben a bíróság az eljárást hivatalosan megszüntette, hiszen az elmebetegsége folytán nem lehet büntetni, de a kényszergyógykezelését elrendelte. Köszönöm szépen, Béla, a kimerítő tájékoztatást az ügyről, és egyben gratulálok is az eredményes felderítéshez. A további munkátokhoz pedig sok sikert és kitartást kívánok. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig a figyelmet, vigyázzanak magukra és az értékeikre. Jövő hét csütörtökön újra találkozunk, addig is viszont hallásra, viszontlátásra.